Hogyan jutok be az egyetemre? Biztos, hogy szerelmes vagy Camille-ba? Ez meg már milyen kérdés? Vannak gyerekeid a való életben? 4 órakor, suli után, oké? Okay? Majd megyünk egy az egy ellen. Kiben szerelmes? Amina a legjobban. Mandy csókolózott. Kivel? Kérlek, vegyetek vissza a csapatba. Soha többé nem fogok így viselkedni. Bubble, nem érted? Nem veszünk vissza árulókat a csapatba. Áruló! Kérlek, vegyetek vissza a csapatba! Kérünk, Ponka, vegyük vissza ezt a nyafogót a csapatba. Sajnálom őt. Oké, nyafogó, visszaveszünk a csapatba, de csak egy feltétellel. Ha a követőid rád szavaznak a kommentekben. Ó, köszönöm, haverok, ti vagytok a legjobbak. Nem hagylak cserben titeket. Vesztesek, ma a feliratkozó kérdéseire válaszolunk. Benne vagytok vagy sem? Remélem, hogy nem. Rendben, Ponka, mehetünk? Benne vagyunk, bezárunk. Hé, hey, Bubble, mit állsz ott? Most már a csapatban vagy, gyerünk! Hello, srácok! Ma elkészítjük a régóta várt videót, amire mindannyian vártatok. Kérdez, felelek! Megkértünk titeket, hogy tegyetek fel nekünk érdekes kérdéseket a hozzászólásokban, mi pedig kiválasztottunk néhányat, és most megválaszoljuk őket. De mielőtt elkezdenénk, szeretném, ha mindenki megesküdne, hogy csak is az igazat fogja válaszolni a kérdésekre. Esküszöm, hogy az igazat, és csak az igazat mondom. Esküszünk! Biztosan, hogy esküszöm. Én is esküszöm. Esküszöm mindenre, ami szent. Csak is az igazat fogom mondani. Esküszöm. Esküszünk. Esküszünk. Esküszöm. Szóval, az első kérdés, amire valószínűleg mindenki kíváncsi. Hogyan jutsz be az egyetemre? Most mi lesz? Itt tulajdonképpen az a lényeg, hogy elég motivált legyél, tehetséges, és írd nekünk a kommentekbe, írd le azt, hogy Kikidó Campus. Mindent elolvasunk, minden hozzászólást, vagy csak írjatok valamit a privátban, és küldjétek el nekünk a videóitokat arról, hogy milyen tehetségesek vagytok. Esetleg néhány szokatlan táncot, dalt, bármit. Ha igazán jó fej vagy, felvesszük veled a kapcsolatot. És biztosan velünk leszel. A következő kérdés Dylanhez. Dylan, amerikai vagy? Most pedig a földrajzi ismeretem. Várj, de tudod a választ? Ó, igen. A következő kérdés Laurának lesz feltéve. És ez egy elég nehéz kérdés. Készen állsz, Laura? Ez az, ami minden fiút érdekel. Értem. Kibe vagy szerelmes? Persze, hogy szeretem. Nézd oda, Laura, nézd. Szeretem az egész kampuszt. Ez semmi. És a fiúk, Nem, csak azt írja, hogy akit szeret. Szeretem az egyetemet, mert ez a második családom. Unalmas, bú. A barátod. Ez is sem ér, a pasit. A következő részben megtudhatjátok, ki a kedvencem. Laura. Nos, Benz, azt hiszem. Pasi. Na jó, na jó. Benz, azt hiszem. Tudtam. Na te? A barátnőm. Nem már, a barátom. Mi tudtuk, hogy ez lesz a válasz. Itt egy férfi ír. Lenne egy kérdésem az egész kampuszhoz. Miért hívják Dylan, Bubble, Ponka és Goofy-t lúzereknek? A társadalom fél és kerüli a különleges embereket. Ezért hívnak minket lúzereknek. Ezt a kérdést elfogadjuk. A következő kérdés Adele Zsukova előfizetőnktől érkezett. Hány éves a kis húgunk? Még nincs 1 éves, még csak 11 hónapos. És kiderült, hogy december 27-én lesz 1 éves, és mi ezt meg fogjuk ünnepelni egy menő módon, meghívjuk a barátainkat, és ez egy menő buli lesz. És ennyi. Kövessetek minket! A következő kérdés Mandyhez szól. Mandy, biztos vagy benne, hogy szerelmes vagy Camille-ban?
Nem is tudom. Oké, igen. Igen? Nem tudom, mit gondolsz? Én nem hallottam semmit. Hát ez jó, akkor menjünk tovább. Igen mondott! Igen! Következő kérdés. Az iskolaigazgató szerepel valaha a videóban, vagy az egy kitalált szereplő? Ez egy kérdés. Nem, ez nem egy kitalált karakter. Igen, az iskolaigazgató létezik. Milyen egy iskolaigazgató nélkül? Igen, és hamarosan talán. De nem biztos. Lehet, hogy valamikor benne lesz a sorozatban. Igen. Szóval maradjatok velünk. Következő kérdés Xenia részéről. Mikor rúgják ki Mandyt az adminisztrációból? Micsoda? Ez durva. Soha. Hogy leszek partner nélkül? Csak én nem vagyok a partnered, én adminisztrátor vagyok, te pedig a biztonsági őr. Rendben? De csak szeretnél nélküle. Csak azt akarom mondani, hogy támogatom. Kérdés Lizától. Ti veszekedtek az epizódokban, de a való életben barátok vagytok? Nem, mindet utálom. Hogy mondhatsz ilyen? Egy nagy család! És mi mind barátok vagyunk. Babol és én igazából legjobb barátok vagyunk. Csak az a kár, hogy elég sok minden kimarad. De ott vannak a vlogjaink. Nézd őket gyakran. Rendben, térjünk rá a következő kérdésre. A következő kérdés puzzle-nek szól. Na ez érdekes. Kit szeret puzzle? Na kit? Egyébként fogalmam sincs. Igen, igen. Hát, egyébként igen, tényleg igen, nem ez tudom, nem akarod a fülembe súgni? Hát ez egy titok, ez egy titok. Na gyerünk, gyerünk. Na halljuk. Puzzle azt mondta, neki, hogy van itt valaki, akit szeret. Igen. Ez az. Megvan a válasz. Ez a következő epizódban lesz. Okay, következő okay. Kérdés Laurának. Nagyon érdekes, nagyon érdekes kérdés, várjatok. Vannak gyerekeid a való életben? És még egy kérdés. Miért szereted Benzt? Két nap múlva, igaz? Két nap múlva. Nagyon? Nem, nincsenek gyerekeim. Ó, most már ne hazudjunk. Neked milyen, 30 milyen gyerekek? 30 gyerek. Mit gondolsz erről? Szerinted el fog szökni? Nem. Szerintem el fog szökni. Igen, de csak a tervekben, és azok a tervek nem jönnek még egy hamar. Szóval igen. Majd két nap múlva. Nem, majd két év múlva talán. Legalább 5 év múlva. Nem. Miért szeretem Benzt? Hát, egy év múlva már két gyereket is lesz. Nem is tudom. Tehát a következő kérdés, Olivia. Kivel jársz a való életben, és vannak-e gyerekeitek? Nice. Nice. Van valami, ami nem, nem tudom. Nice-tól biztosan nem lesz gyerekem, nem szeretem őt, nekem sincs barátom, úgyhogy mindannyian írjatok nekem. Aki érett, jóképű, van autója, repülője és farmja, az írjon nekem, írjon. Na ugyan persze, írjatok. Írjatok. Hudolsz. Várom. A következő kérdés. Mark Olejniktől érkezett. Kibe szerelmes legjobban Amina? Srácok, én csak egy gyerek vagyok, nem vagyok szerelmes senkibe. Puzzle? Nem. Én anyukámat és apukámat szeretem. Igen. És a bátyámat a és húgomat. A válasz számít. Oké, egy kérdés Ponkának. Ponka, Goofy a testvéred? Testvérek vagytok? Hát ő... Ez nem egy indiai film, de együtt. Igazából ugyanolyan az orrunk, majdnem ugyanolyan a nincsenek szemünk, a hallgunk, a fülünk. Ő a testvérem! Nem hiszem el. Igazat mondanak, ez igaz, ők testvérek. Láttam már furcsaságokat. Nincsenek együtt. Jöjjön a következő kérdés. Benz, szereted Laurát? Anyutka kérdése. Ugyanúgy válaszolok. Azt hiszem, igen. Mikor kezdtetek el a YouTube-on forgatni, és kitalálta ki először a Kikidó kampuszt? A YouTube-on 2015-ben kezdtünk el forgatni, amikor én 5 éves voltam, Amina pedig, mint kiderült, 2 éves.
Hűha! Szóval... Nemrég volt. Aha, olyan gyorsan múlik. Amikor a Kikidó Campus létrejött... Mikor? Mikor jött létre? Értem, most értem. Egy biztos három évvel ezelőtt, ez a harmadik. Igen, 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 harmadik, harmadik. Kicsit év. Több, mint két éve, igen. És az első, ha nem tévedek, az anyukám volt, igaz? Nem? Most mit? Nem tudom. Az én Kamilom jól azt tudja. Azt hiszem, igen. Mindegy, erre a kérdésre nem tudják a választ, úgyhogy menjünk tovább. Igen, ti, akik igen. idősebbek vagytok, írjatok a kommentekbe. Írjatok, várjuk. Jól mondta egyáltalán, igen. Kamil? Ezt jól mondta? Most jöjjön a következő. Oké, következő kérdés. Puzzle, vissza szeretnél menni a kosárlabda csapathoz? Igazából néha hiányzik, jó volt a srácokkal, de most már jobban kosárlabdázunk, minden versenyt megnyerünk, és mi vagyunk a legjobb csapat. Miért is hagynám ott a legjobb csapatot? Hát soha nem hagynám ott őket, semmi pénzért sem. Hallod-e? 4 órakor suli után, rendben? Majd megyünk egy az egyre. Kizárt dolog, hogy visszavegyünk téged. Nincs verekedés. Igen, ez egy nagyon fontos tárgyalás lesz, és nagyon hosszú is. A következő kérdés Chuckhoz szól. Chuck. A Chuck. Tényleg rendőr vagy? Valójában Chuck rendőr vagyok, ne feledjétek el. Nem Chuck, hanem Chuck biztonsági őr. Chuck. Következő kérdés Radar Rabbitól. Csókolta meg valaki Mandyt önként az egyetemen? Nehéz kérdés. És egyébként hallottam egy pletykát, hogy Mandy megcsókolta Kit. Bubble-t. Bubble fail. Figyeljétek már, hogy Bubble, hogy elpirult. Bubble, elpirultál. Tisztára vörös az arca. Mekkora egy jó én? Hát nem hiszem el. Tisztára vörös. Nem hiszem el. Mandy és Bubble szerintem tökéletesen illenek egymáshoz. Tényleg jól összeillenek. Annyira jó páros. Figyeljétek a következő epizódot. Mandy Randira hívja Bubble-t. Mandy, mit titkoltál előlünk? Cool Ben kérdése. Kérdés az ikrekhez. Kérdés az ikrekhez. Hogyan találkoztatok? Opa! Kezdjük azzal, hogy egy perccel korábban születtem, és tulajdonképpen így találkoztunk. Nem volt semmiféle találkozás. Polly egy kicsit korábban látta meg a világot, de attól még nem menőbb. Nagyon idegesítő. A következő kérdés Szonyától. Szonya? Az egész kampuszot érinti. Mi a csillagjegyed? Valaki meg tudja mondani, mert én... Igen, én Rák. Én Bak vagyok. Én Szűz. Én Mérleg. Szűz vagyok. Skorpió. Nyilas vagyok. Kos vagyok. Én Bika vagyok. Én is Bika vagyok. Bak én vagyok. Ikrek. Oroszlán vagyok. Oroszlán. Oroszlán. Bika. Bak. Ikrek. Skorpió. Fúj. Én Ikrek vagyok. Következő kérdés Stepántól. Lesz egy kritika Nice-ról. Megtehetjük most rögtön? Segítsetek rögtön. Benne! Gyerünk! Gyerünk! Mennyibe került a táskád, amit már 2 éve hordasz? 3 rongy. Mennyibe 3 kerül a hajfestés? Körülbelül 3000 havonta. 3000 mi? 3000. Rúpia? Mi a különbség? Nézzük a pólót. 2000, aha. A nadrág megfizethetetlen. Ingyen, 4 évvel ezelőtt. Na nézzük tovább. Következik az edzőcipő, az 10. A... Srácok, mondjátok el, mit gondoltok Nice lófarkáról, és hogy viselnétek-e? Nem mondanak nekem semmit. Nekem nem állna jól. A következő kérdés, amit gyakran feltesznek a kommentekben. Miért olyan mérgező Lea? Oké. Kezdjük azzal, hogy nem vagyok toxikus, csak azt gondolom, hogy én vagyok a legszebb, a legokosabb, és csak irigyek vagytok rám, ha nem így gondoljátok. Mi? Lea, miről beszélsz? Miért? Okay. Nem igaz? Nem igaz. Szerintem az egyetlen ember, aki ezt gondolja, az Lea. Laura. Laura, most kérdezek valamit. Kamil, most már magányos farkas vagy? Hadd mondjam már rögtön, hogy... Most az, hogy... Dylan, befejeznéd?
Kedvelsz valakit? Nos, nézd, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és elég kedvelsz nehéz válaszolnom. Nehezen tudok miért válaszolni. Ki? A kampuszról. Kedvelsz valakit? Nem. Tessék, Kamil azt mondja, hogy ezt titok, úgyhogy ne kínozzuk tovább. Jöhet a következő kérdés. Biztos vagyok benne, hogy kedvel valakit. Abszolút! Következő kérdés Uliánától Mandynek. Mandy, szeretnél Amina csapatába kerülni? Micsoda? Nem tudom, jól el vagyok magam is. Igen. Van saját csapata. Van saját csapatom. Na persze. Nem, nincs. Csak beletrafált. Először is nem veszem be a csapatomba. Amina, nem csatlakozom a csapatodhoz. Akkor ne csatlakozz. Egyébként is. Ott van csak. Ő egy nagyon vicces ember. És ezzel el is érkeztünk a következő kérdéshez. A következő kérdés nagyon érdekes. Miért hord az összes lány az egyetemen rövid szoknyát? Szeretem a rövid szoknyás lányokat. Nekem is tetszik. Mert a rövid szoknyák divatosak. És mi mindig trendik vagyunk, barátnőm. A következő kérdés Jabanától. Hogyan lett Benz a kosárlabda csapat kapitánya, és miért ostorozza Dagot és Dance-t, hiszen ugyanabban a csapatban vannak? Csak úgy döntött, hogy elvállalja a pozíciót. Hé, nyugodj meg, Dance! Mondjátok meg az igazat! Halljuk a történetet! Lehetek én a kapitány? A kapitánynak a legerősebb játékosnak kellett lenni a csapatban, és az én voltam. Megértetted, Dance? Én nagyon jó kapitány lenni. Valójában nekem kellene a csapatkapitánynak lennem, mert elsőre betaláltam, emlékszel? Ez tény. Én voltam a kosárlabda csapat kapitánya, amíg el nem mentem nyaralni. Szóval, ez csak nem szállt, beállt a helyemre. Igen. Én csak játszottam, jobban, mint te meg zavarba jöttél. Azt hiszem, ez már egy kihívás megnézni. De majd megnézzük! Következő epizódban! Srácok, nagyon köszönjük a kérdéseiteket, rengeteg volt belőlük, és sajnos nem volt időnk mindegyikre válaszolni, de ígérjük, hogy a következő alkalommal meg lesz. Tegyetek lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új epizódjainkat. Sziasztok! Hehehehe!